Mai vendégünk Gulyás Zsolt, plébános, érseki tanácsos, a György István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda lelkivezetője. Üdvözlöm Zsolt atyát, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy most így beszélhetek Önökkel. Az elmúlt napokban került sor a Szent Erzsébet óvodának az ünnepélyes átadójára. Mit lehet tudni a részletekről, hogyan zajlott az esemény? Hát úgy gondolom, az egyházközség szempontjában ez egy nagyon jelentős és kiemelkedő ünnep volt. Úgy gondolom, hogy ha majd 100 év múlva vagy egy bizonyos idő eltelte után majd emlegetik ezt a 2023. február 16-ai napot, akkor ez egy jelens és kiemelkedő ünnep lesz. Hiszen egy új katolikus óvodával bővült a György István Katolikus Általános Iskola, és ez az egyházközség életét is egész jelentősen meghatározza. Nagyon emlékezetes számunkra is megtisztelő volt, hogy a állami részről jelen volt Soltész Miklós államtitkár úr. Persze, hogy mint a fenntartó részéről az érsek úr, dr. Ternyák Csaba jelen volt, ő áldotta meg az intézményt, és itt azért is emelném ki, mert az, hogy itt ez az óvoda elindult és itt szükséges, emögött az érsek úr támogatott bennünket is, elsődlegesen az ő szándéka is volt, hogy a Györfi István Katolikus Általános Iskolát erősítsük. És akkor, amikor a magyar kormány és a Magyar Katolikus Egyház megállapodott az óvoda fejlesztésekben, akkor a legelső között voltunk, emlékszem, első hat óvodában benne voltunk, hogy itt Karcagon is szükség lenne egy katolikus óvodára. És akkor, amikor ott megköszöntük ott a végén az igazgató asszonnyal, Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrász művész úrnak a kis alkotásával köszöntük meg, ami 23. János pápának a kis szobra volt, és ez azért érdekes, mert hogy őt nevezzük a jó pápának, ő az, aki elindította a II. Vatikáni zsinatot, annak idején, amikor megválasztották pápává, már idős volt, és senki nem remélte, hogy milyen történelmet fordító zsinatot fog létrehozni, és 1962-ben megnyitották a II. Vatikáni zsinatot, amelyet utána a 6. Pál pápa fejezett be, de az a kezdeményezés, amit elindított, az egész katolikus egyházat meghatározta. Tehát ez a kis szobor ugye a szellemiségében is valami olyasmit hordoz, hogy igen, a karcagi katolikus egyházközség jövőjéről szól ez az intézmény. Aztán nagyon örültem, hogy a városi előjáróink is jelen voltak, sőt a megyéről is, dr. Berkó Attila főispán úr, ifjú Hobai Imre a megyei közgyűlésnek az elnöke, de hát persze a F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőnk, dr. Fazekas Sándor miniszter úr, Szepesi Tibor polgármester úrnak a beszédei mind-mind erősítőek voltak számunkra, és hát bizonyos dolgokat mi is megegyeztünk, tehát az, ami ott elhangzott. Tehát az államtitkár urat úgy meghatotta a gyermekeknek a köszöntője műsora, kiemelt, hogy sok ünnepségen részt vett, de ez a karcagi valami kiemelkedő, valami egészen más, és hogy megérintette őt, hogy tehát ezek a gyerekek, hogy jó emberek szeretnének lenni a világ legjobb emberei. Zárójelben teszem meg, hogy nyilván ez egy egyházi óvoda is. Mindenki törekszik arra, hogy jó ember legyen, és hogy a jót kövesse. Tehát azt gondolom, emberi létünknél fogva megvan mindegyikünkben ez a szándék, ez az elhatározás. Mégis egy Isten hívő ember annyiban másabb, hogy azt tudjuk adni, amit a jó Istentől megtapasztalunk. És az, hogy az egyházközség szempontjából, hogy kisgyerekekkel foglalkozhatunk, egy kisgyerek még nyitott, őszinte, derűs, ott van az életöröm, tehát amit az ő lelkükbe elplántálunk, az úgy gondolom, hogy megmarad is. Hát korán kell kezdeni. Kodály Zoltán mondta azt, hogy mikor kezdődik el a gyerekeknek a zenei nevelése, és akkor azt mondja, hogy a fogantatásuk pillanatában, tehát a születésük előtt 9 hónappal. Tehát azt gondolom, valami az Isten hitre való nevelés is már kisgyerekkorban elkezdik
az annál mélyebben is hat, és annál erősebb is. És hát a kormánynak az a szándéka, hogy keresztény Magyarországot akar építeni, ebbe a Magyar Katolikus Egyház is részt kíván venni, és mi is itt helyi szinten, hogy valóban keresztény Magyarországot szeretnénk építeni, és itt Karcagon is szeretnénk ezt a szemléletet továbbadni. Mert ugye a hit az meghatározó számunkra. Tehát a Soltész Miklós államtitkár úr képviselte a kormányt, és nagyon hálásak vagyunk a kormánynak azért, hogy mi is ebbe bekapcsolódhatunk, és hogy közös erővel azt gondolom, hogy érhetünk el célt. Zsolt atya, én megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszámolt erről a sok minden nagyon fontos és kellemes dologról. Igen. És nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget, és a tévénézőknek pedig nagyon boldog áldott húsvét ünnepeket szeretnék kívánni.